Nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket. Jó volt hallgatni Thomas Halicknak a gondolatait. Mindnyájan érezzük, hogy ebben a világban, ebben a 21. századi összetett világban él ő is, ugyanezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket is. A napokban olvasom Ferenc pápa egyik legújabb könyvét, Álmodjunk együtt. Ő is az egyház jövőjéről álmodik, és hív bennünket, hogy legyünk társai ebben az álmodásban, és kérjük a Szentlélek Úristent, hogy segítsen, vagy ahogy a pápa mondja, engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, hogy megtaláljuk Jóisten szándékát az egyházban, ami mindennapi hívő életünkben az ő szándéka szerint. Ferenc pápa nagyon sokszor mondja, hogy olyan egyházat képzel el, ami a szegényekért kötelezi el magát, és egy szegény egyház lesz. Első pillanatra az ember meglepődik, hogy tulajdonképpen mi ebben az új. Azt hiszi, Szent Ferencre hivatkozik olyan sokszor, és mindnyájan érezzük, hogy újra és újra vissza kell térnünk a gyökereinkhez, a kezdetekhez, Jézus Krisztus személyéhez, akiben Isten megmutatja, hogy mit is gondol rólunk, és mit is vár tőlünk. Az elmúlt vasárnap Jézus megkeresztelkedésére emlékeztünk. A mennyei atya hangját halljuk, amikor Jézus följön a vízből, ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt valahogy így próbáljuk fölfogni, elhinni, megérteni, hogy az Úristen Jézus Krisztus személyében mutatja be önmagát, az ő szeretetét, az ő hozzánk való kapcsolatát, és ebben a hozzánk fordulásban Jézus magatartása az, ami egyértelműen az utat mutatja nekünk. Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatban Nazianzi Szent Gergelynek egy mondatát olvastuk a Zsolozsmás könyvünkben, aki azt írja, hogy Jézus értünk szenteli meg a Jordán vizét, hogy vízből és Szentlélekből keresztényé válhassunk. Olyan fontosnak érzem ezt a megfogalmazást, keresztényé válhassunk. Ugye a keresztségünkből ez fakad, a krisztusi élet, a Krisztust megjelenítő élet. Rögtön hozzákapcsolom Szent János első leveléből azt a mondatot, ha azt mondjuk, hogy benne élünk, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy úgy is akarunk élni, ahogy ő élt. Megpróbálunk odafigyelni rá. Nem véletlen, ahogy itt járt közöttünk, a születésétől kezdve, a betlehemi nyomorúságtól, a menekülésen át, a názereti csöndes életén át, a betegek gyógyításán, a sorsközösségi vállalás ezernyi jelén át, a keresztúton végig a önfeláldozó haláláig. Végigjárja ezt az utat hozzánk hasonló emberként. De ahogy Pál apostol írja a római levélben, a halálból való feltámadásával bizonyult Isten hatalmas fiának. Ő az, akit példaként állít elénk a mennyei atya, ő az, aki segít, hogy mi is megtaláljuk a Jóisten által elképzelt életünket, hogy minket is szeretett fiaiként tekintsen és fogadjon el. Visszagondolok egy kedves élményemre, amikor még Pilismaróti plébánosként egy színdarabra készültünk a gyerekekkel, és volt egy jelenet ebben a színdarabunkban, a templom előtt ül egy koldus, és jönnek ki a mise után az emberek, és elmennek mellette. És ez a koldus olyan keserűen, panaszosan odaszól nekik, hogy nincs bennetek semmiféle emberség.
Azért emlékszem erre a kis jelenetre, mert a szereplő fiú az izgatottságában azt mondta a próbákon, hogy hát nincs bennetek semmiféle emberiség. És nevettünk rajta, de utána is sokszor visszagondolok erre, hogy értjük-e, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy emberség. Jézus Krisztusra így tekintünk, akiben a Titus levélből idézem, hogy Isten kinyilvánította az ő ember szerető jóságát. Vagy az egyik mise kánonunkban azt a mondatot imádkozzuk, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Szerette a szegényt, a beteget, megállt minden ember mellett, a vak mellett, a béna mellett, aki segítséget kér. Megesett a szíve rajtuk. A kenyérszaporításnál olvassuk ezt a mondatot. Olyan szépen ír egy kis tanulmányt, írt nekünk Nemeshegyi Péter atya ezzel a gondolattal, hogy hányszor fordul elő ez a mondat, hogy megesett a szíve rajtuk. Az együttérző jóság. És én úgy gondolom, hogy ez az emberségnek a lényege. Egy olyan magatartásforma, egy olyan magatartás, ami emberré minősít bennünket az Úristen szándéka szerint. Ahogy Nazianzi Szent Gergely mondja, Jézus megszenteli a Jordánt, hogy vízből és Szentlélekből keresztényé válhassunk. Vagyis, hogy a saját életünkben Jézust képviseljük. Hogy a saját életünkben megjelenítsük Isten ember szerető jóságát. Ezek után tesszük fel a kérdést, hogy egyházként alkalmasak vagyunk-e erre? Megfelelünk-e ennek az isteni elvárásnak? Meg tudjuk-e hitelesen jeleníteni az életünkben Isten ember szerető jóságát? Álmodunk az egyházról, és ahogy Ferenc pápa hív bennünket, legyünk a szegények egyháza, legyünk szegény egyház. Ahogy erre Jézus példát adott nekünk, amitől mindig megdöbbenünk és meglepődünk, hogy így jött közénk az Isten. A betlehemi nyomorúságban, akinek nem volt olyan otthona, ahová lehajthatná a fejét. Ahogy Pál apostol a Filippi levélben írja, aki kiüresítette önmagát. Értünk szegény élet, hogy minket meggazdagítson. A sorsközösség vállalás. Én úgy gondolom, hogy ez az a pont, az emberség, aminek a szempontjából újra kell gondolnunk a mi magatartásunkat. Egyenként is, keresztényként, de együtt is, Krisztus egyházaként. Meg tudjuk-e jeleníteni Isten ember szerető jóságát? Úgy gondolom, hogy mindig is jelen volt az egyházunk életében az érzékenység, a fogékonyság, az elesettek iránt. Az apostolok cselekedeteit olvassuk, az ősegyház életét, és olyan természetes, olyan magától értetődő, hogy gondoskodnak a szegényekről, az árvákról, az özvegyekről. A diákonusi szolgálat rögtön ott van. De minden történelmi korban valamilyen módon megnyilvánul az egyházunk életében az ember szerető jóság, az emberség. Az kétségtelen, hogy miközben jelen van ez a diakoniai szolgálat, mindig az intézményesülés sajnos megbénítja, vagy elhomályosítja ezt az együttérzést, ezt a sorsközösségvállalást. Nagyon fontosnak érzem 16. Benedek pápának a Deus Caritas Est című enciklikájában azt a mondatot,
ami segít a mi egyházképünk elhelyezésében, a mi saját egyházképünk vállalásában. Azt mondja Benedek pápa, akkor vagyunk Krisztus hiteles egyháza, hogyha harmóniában van a kérügma, a liturgia és a diakonia. De szó szerint azt írja a pápa, hogyha egymást feltételezi az egyházunknak ez a három élet megnyilvánulása. Nincs fontossági sorrend köztük. De az is biztos, hogy mindnyájan érezzük azt, hogy a Szentírás, Isten élő eleven igéje, a szent tanítás, az imádságunk, a liturgiánk, az eukarisztia ünneplése, valamilyen módon az erőforrása, ami mindennapi, hétköznapi emberi életünknek, vagyis a diakoniának. És ahogy előbb hallgattam Halik professzor úrnak a szavait, úgy gondolom, hogy ez az egyház jövőjében egy nagyon fontos szempont, hogy jelen legyünk a mindennapi emberi élet ezernyi kapcsolatában, és igen, kibővítve a mi szűk egyházi körünket, az ökumenikuszmuson is túllépve, minden emberhez legyen küldetés tudatunk. Osztozzunk az emberek mindennapi életének a fájdalmában, a nehézségeiben. Most a tél derekán járunk. Olyan döbbenetesen olvastam a közelmúltban egy hírt, hogy eddig Magyarországon több mint 50 ember halt meg kihűlés következtében. És nem csak az utcán a hajléktalanok, hanem magányos emberek a fűtetlen otthonukban. Valami döbbenetes dolog ez, hogy nem vettük észre őket. Elmentünk egymás mellett. Amikor azt imádkozok Jézusról, hogy ő nem ment el semmiféle ínség mellett érzéketlenül, hanem észrevette, megesett a szíve rajtuk, ezt kell nekünk is eltanulnunk. Itt vannak közöttünk az ezer sebből vérző embertársaink. A hajléktalanok, a kirekesztett sorsú emberek, a cigány testvéreink, az elváltak, a nemi identitásukkal küszködő testvéreink, az otthontalanok, a reménytelenek. Hosszú a sor, itt vannak közöttünk. Szentlélek Úristen, vezessen bennünket, engedjen, hogy a Szentlélek érzékenyé tegye a lelkünket, hogy észrevegyük őket. Úgy sokszor elgondolkozom most már nyugdíjas püspökként, hogy mi lehet az oka annak, hogy elvesztettük a kapcsolatot az emberekkel. Nyitva a templomunk, online közvetítéssel közvetítjük a eukarisztikus liturgiánkat, de mégis olyan kevesen keresnek meg bennünket. Úgy gondolom, hogy Ferenc pápa, amikor arra hív, hogy lépjünk ki, ez olyan sokszor mondja ezt a kifejezést, a közelséget tapasztaljuk meg a körülöttünk élő emberekkel, akkor ebben azt látom és azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a mellettünk levő embert vegyük észre. Amikor az utcán megyünk, amikor bevásárolni megyünk, a vonaton, az autóbuszon, a munkahelyünkön, vegyük észre őket. És az életünkön keresztül Isten ember szerető jóságát képviselő emberségünkön keresztül tudjuk megszólítani őket. Én is így gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb irányunk, feladatunk, hangsúlyunk, hogy megkülönböztetés nélkül vegyük észre a körülöttünk élő embereket, és szólítsuk meg őket. Nyugdíjasként bekapcsolódtam az elhagyatott települések felzárkóztatási programjába. És ennek a programnak a jelszava a Máltai Szeretetszolgálat vezetése nyomán a jelenlét. Jelen lenni.
a mi testvéreink mindennapi életében. Sorsközösséget vállalva velük, ahogy ezt az Úristen tette Jézus Krisztus személyében. Erre hívlak mindnyájatokat. Engedjük, hogy a Szentlélek Úristen vezessen, tegye érzékenyé a lelkünket, és tegyen képessé az ő élő igéje, az eukarisztia, a vele való imádságos kapcsolatunkon keresztül, hogy tényleg az ő isteni szeretetének a jelenlétét tudjuk közvetíteni.